A kormány egy másik államtitkára, Nagy István államtitkár úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és igyekszem nagyon gyorsan elmondani, amit szeretnék, hiszen a időkorlátunk van. Azt, hogy nagyon fontos problémáról beszélünk ma, ez azt hiszem nyilvánvaló. Azt, hogy hibáztatni egyik vagy a másik felet, ez lenne a legkönnyebb, de akkor nagyon tévútra mennénk. Én azt hiszem, hogy mindjárt, akik mi képviselők vagyunk, azok itt mindjárt felelősek vagyunk azért, hogy mi történik ma Magyarországon. Azért is, hogy tegnap, és azért is, hogy holnap mi fog történni. És engedjék meg nekem azt, hogy Teleki László szavait visszautasítsam, hogy semmit sem tesz a kormány, mondta képviselő úr. És sorolt néhány példát, én hagyd mondjak ennek ellenkezőjét, hiszen pont a Magyar Tudományos Akadémiának vannak olyan programjai, ami tudós kutatókat hoznak haza, tímeket hoznak haza azért, hogy a kutatási programjaikat itt Magyarországon fejezhessék be. Számos olyan siker van, amely a tudományos élet területéről a kutatóink, tudósaink hazahozataláról szól, és itt megbecsült jövedelemmel az ő tudományos eredményeiket itt tudják tenni. Ander Balázs képviselőtársam pedig arról szólt, hogy semmilyen vidék megtartó erő és vidék megtartó szerepét segítő programja nincsen a kormánynak. Én azt hiszem, hogy számos olyan részintézkedések vannak, akár a birtokpolitikai rendszer átalakításával, azzal, hogy nem a nagy birtokrendszert támogatjuk, nem az alkalmazotti státuszt támogatjuk a mezőgazdaságban, hanem a tulajdoni státuszt támogatjuk. Pontosan azok a kis birtokok létrejötte, azok a földterületek, amelyeket az állami haszonbérbe tudunk adni, azok is mind-mind azt szolgálják, hogy vidéken ott maradhassanak, tulajdonosává válhassanak annak a területnek, gazdaszemlélettel dolgozhassanak, hogy értelmes jövőt, értelmes célt találjanak maguknak. Mind-mind ezek az intézkedések, mind-mind egy-egy pici szelete ahhoz, hogy egy-egy ember megtalálja a boldogulását Magyarországon, és legyen értelme maradni, hogy tudjuk csökkenteni a külföldi munkavállalók arányát, és tudjunk aztán alternatívát jelenteni, ami szintén közös felelősség, hogy haza tudjanak jönni, megtalálják itthon a lehetőségeiket. A magyar kormány ezért dolgozik, és nem igaz, és szeretném visszautasítani újra, hogy semmit sem tesz a kormány. Tesz, de még nem tud teljesen eleget tenni ahhoz, hogy mindenkit haza tudjanak hozni külön-külön programokkal. De elindult, részletekben, folyamatában zajlanak ezek az események. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.